Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, csatlakozom az előttem szóló ellenzéki képviselőkhöz, hiszen alapvetően a hozzáállásunk ehhez a jogszabályhoz az, hogy ártani nem árthat. Alapvetően pozitívan tekintjük azokat az ambiciózus, vagy nem is kellően ambiciózus, de előremutató célkitűzéseket, amelyek Párizsban megfogalmazódtak. Ugyanakkor látni kell világosan, hogy azzal, hogy elegáns, puccos szállodákba elrebdesnek a világ vezetői, és ott mindenféle szép szavakat mondanak, ezektől nem lesz jobb a helyzet, és ugyanaz a klímaváltozási kockázat, ami jelenleg itt lebeg a fejünk fölött, ez megmarad. Ez kevés. Itt a kormányok szintjén kell hathatós érdemi lépéseket tenni, és a lehető legtöbb törekvést megtenni, részben, hogy megállítsuk a klímaváltozást, részben, hogy az eddig bekövetkezett károk esetében a lehető legmagasabb szinten megvalósítsunk egy alkalmazkodást. Jelen pillanatban nem látjuk ennek az alkalmazkodásnak az érdemi lépéseit, és ha már az FM-et is képviselő államtitkár úr is itt van, akkor nem győzöm minden esetben minél többet emlegetni azt, hogy például a öntözési szintek növelésével a kormányzati törekvésekre meg kell tenni a lépéseket. De ugyanígy lehet nézni az alkalmazkodási stratégiában azt, hogy mennyivel lett több árnyékolt tömegközlekedési várunk, mennyivel lett több nagyvárosi vízkifolyónk, mennyivel segítettük meg az emberek életét minden nappal azzal, hogy az alkalmazkodási stratégiában megfogalmazottakban alkalmazkodjunk a már megtörtént változásokhoz. Nagyon-nagyon fontos az, hogy azt a kockázatot, ami az emberiség előtt van, a potenciális hőmérséklet növekedéssel megfékezzük. De ezt szép szavakkal, jogszabályba ültetett gondolatokkal önmagában nem lehet megtenni, csak érdemi kormányzati intézkedésekkel. Ugye még ebben a jogszabályalkotási ciklusban fogunk szavazni 2017-es évi költségvetésről, ahol a Lehet Más a Politika frakciója több olyan módosító indítványt is benyújtott, ami konkrétan erre vonatkozó végrehajtási lehetőségeket teremtene, és a illetékes szaktárcának próbálna forrásokat átcsoportosítani annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ilyen jellegű előremozdulást megtegye. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy mindez még mindig kevés, hogyha minden más eszközzel viszont az olyan erősen a klímát veszélyeztető ágazatok pénzügyi támogatását segíti a kormányzat, amely jelen pillanatban alapvetően a párizsi egyezményben foglaltakkal akár ellentétes. Sokkal globálisabb, sokkal átfogóbb szabályozásra van szükség. Ez a jogszabály önmagában nem elegendő. Nyilvánvalóan támogatjuk, örülünk annak, hogy a magyar kormány is támogatja, és legalább szavakban úgy tesz, mint akinek fontos ez, de ugyanakkor arra van szükség, hogy az átfogó jogszabályi környezetben minden klímát veszélyeztető, környezetet károsító, potenciális ipari tevékenységre érdemi hatással oda kell figyelni, és érdemi korlátokat kell szabni. Csak úgy lehet határt szabni annak a veszélynek, ami előttünk áll. Azt kívánom valamennyünknek, hogy sikerüljön a jogszabályi betartatásával és széleskörű megvalósításával megfékezni azt a folyamatot, ami a Föld bolygó és az emberiség előtt negatívan itt tornyosul a klíma változás képében, ugyanakkor komoly fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ez elegendő lenne hozzá. Azt kérem a kormánytól, hogy minden más törekvésében is ezen elveket és az általános vitában az államfő által elmondott gondolatokat próbálja meg érvényesíteni. Köszönöm szépen!